Izgatottan készültek az U12-es cápák pénteken a korosztályos kosárlabda torna első meccsére. Ők képviselték a hazai színeket az U12-es hatváros tornája záró fordulóján. A házigazda főszervező Albafehérvár mellett a Kaposvári Sportiskola, a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia, a Szombathelyi Ifjú Sólyomok Kosárlabda Egyesület, a Soproni Sportiskola és a Vasas Akadémia csapatai vettek részt a tornán. Itt hat városnak a U12-es csapata verseny egymással, mindegyik városban egy-egy tornát rendezünk, és az utolsót, úgymond a helyosztót itt Fehérváron rendezzük, ahol is a csapatok, mivel verseny, kosárlabda helyezéseket érnek el, de mindegyik csapat aranyérmet fog kapni, mert szerintem ez egy elég nagy megtiszteltetés számukra, hogy egy ilyen rendezvényen részt vesznek. Az első mérkőzést a házigazda Albafehérvár a Kecskemét korosztályos csapata ellen játszotta. Már az első percekben keményen indult a párharc, az albások találataira azonnal érkezett a válasz, amit aztán a hazaiak gyorsan ki is egyenlítettek. Nagyon ügyesek és technikailag is felkészültek. A legutóbbi fordulóval bebiztosították azt, hogy ők szerepelni fognak a döntőben is, a korosztályos döntőben, Jamboree-ban. Azt gondolom, hogy biztos, hogy látni fogunk egy-két játékost ebből a csapatból később, akár U18-20 vagy netán felnőtt csapatban. Tehát odáig még nagyon hosszú az idő, hisz ezek a gyerekek 10-11 évesek. Nagyon sokat kell ahhoz fejlődniük, hogy oda kerülhessenek, ahova mi szeretnénk. Az egészen estig tartó meccseket a nap folyamán a helyszínen élőben és online is követhették az érdeklődők. A szervezők pedig bíznak abban, hogy a következő szezonban hagyományt teremtve folytatódhat a mérkőzés sorozat a fiatalok között.